dolog, amit nagyon sok a kihívás. Tehát válsághelyzetben nem könnyű politizálni, nem könnyű kormányozni, ezen kívül az RMDSZ környékén, az RMDSZ-en belül elég sok a kihívás, a csoportosulás. És azt gondolom, hogy most már nem lehet megkerülni azt az alapkérdést sem, hogy a 90-es években elindult nagyon nagyfokú társadalmi bizalom és társadalmi támogatás, amely akkoriban kiterjedt, mondjuk így, hogy a romániai magyar társadalom egészére, vagy majdnem egészére, az mára már sokkal kisebb, és szerintem az RMDSZ-nek meg kell próbálnia újra megszólítani a romániai magyar közösséget. Ez azt jelenti, hogy RMDSZ az jóval több, mint politikai párt. Most be fog bizonyosodni. Tehát ez a választás nem arról szól, hogy egy politikai szervezet keresi az utódját. Jóval többről szól. Valószínű társadalmi érdeklődés lesz, vita lesz, belülről ki fognak jönni a viták, nyilvános viták interneten, összejöveteleken. Ez egy társadalmi esemény lesz. Nem látjuk még, hogy fog alakulni, mert az egésznek érdekes módon nincs egy menetrendje, nincs egy szabálya, talán nem is igen volt még ilyen. Lássuk. Akkor esély van arra, hogy mondjuk egyik-másik jelölt megválasztása esetén, ahogy pletyka szinten nagyon terjeng, szigetek váljanak le az RMDSZ-ből. Mert általában, amikor egy politikai pártban vagy egy politikai szervezetben elnököt váltanak, olyankor tapasztalható, hogy egy kicsit landol a népszerűség, új arcok vannak, új ígéretek, új remények. Ez egy jó kérdés, de ha szabad, akkor most azt válaszolom, amit a politológia tankönyvek írnak, hát lévén, hogy ugye ilyesmit még tanulunk is az egyetemen. Tehát ilyenkor azt mondják, hogy ha egy testület, egy csoport, egy közösség, egy ország nagyon erős nyomás alatt van, akkor elegendőek a jelszavak ahhoz, hogy összefogja a társadalmat. Na most ma a romániai magyar közösségre azt nem mondhatjuk, hogy valami nagyon-nagyon erős nyomás alatt lenne, mikor viszont nincs erős nyomás alatt, akkor szétfejlődik, széttagolódik. És akkor már jelszavakkal nem igazán lehet összefogni. Tehát annak lesz esélye megválasztás után, aki cselekvési programokba, cselekedetekbe, közösségi cselekvésekbe tudja bevinni a különböző csoportokat. Tehát nem elég a célokat, az elvárásokat, a nemzetiségi óhajokat megfogalmazni. Tehát aki többet tud mondani, annak esélye lesz. És a másik dolog, hogy aki egyességeket tud kötni. Tehát a világ arról szól ma már, hogy olyan emberek is leülnek tárgyalni, akik azt gondolták, hogy soha az életben nem fognak szóba állni egymással, és olyan dolgokról is megállapodnak, amiről azt gondolták, hogy ők erről sose fognak megállapodni. Tehát válsághelyzet világszerte a kiegyezésekről szól, ez kis léptékben is így van. Esélye annak lesz, aki integratív személyiség, és szóba tud állni a közéletnek minden szereplőjével. Aki ezt ígéri, vagy nem ezt ígéri, az egy dolog, de aki ezt nem tudja majd megcsinálni, akkor a szervezet egészének a sorsát kockáztatja majd, megítélésem szerint. Ezeknek a tükrében hogy látja akkor a pályázók esélyeit? Hát én azt gondolom, hogy egyik jobb, mint a másik. Na de hát félretéve a viccet, nagyon keveset látunk a pályázóknak a szándékaiból, a terveiből, igazából a bejelentkezés fázisából tartanak, tehát mindenki megpróbál helyezkedni, megpróbálja pozícionálni magát. Még az sem zárult le, hogy kapják még a szükséges jelölési támogatást, e körül is sok hír forog a levegőben, meg hát ne zárjuk ki, hogy még nem tudjuk, hogy hány jelentkező lesz. Ez igaz. Tehát valami lehet, hogy még továbbiak, egy, kettő, három, hát egyelőre ugye a partciumi szervezetek gondolkodnak még önálló jelöltbe, de 25-e még messze van. A politikában órák alatt is történhetnek változások. Időjárás.